Üdvözlet mindenkinek! Most itt vagyok Rákospalota Újpesten, és itt a váltókörzet végénél, ahol a vasúti átjáró van, oda jöttem Samut fényképezni, videózni. Egy elég érdekes idő van most, ilyen picit ilyen fátyol felhős, borultas az időjárás. Így most ebben az időjárásban árnyékos oldalról is lehet fotózni. Pont jön egy kis flört, egy S71-es, ezt lefényképezem, és ez pont jó lesz arra, hogy beállítsam a fényképezőnket. Megnézzük, hogy hogy sikerült a kép majd. El is ment az S71-es, egy picit ilyen szűrt fényes idő van. Pont arra jó, hogy ilyen kis derítést ad itt a környezetnek, így annyira nincs is árnyék. Nagyon szép, egyenletes fények vannak mindenhol. Hát az ég az annyira nem érdekes, de nem is az a lényeg. Ilyenkor, ilyen időben lehet egyébként a rossz oldalról, az egyébként rossz oldalról is egész jó képeket csinálni. Először az S70-es fog jönni, a KISZ, és akkor utána küldik le általában a Samut itt szerelvénymenetbe a 70-esen, őt fogjuk megvárni. Ez egy viszonylag új hely, innen még nem videóztam, legalábbis Rákospalota Újpestről videóztam, meg fotóztam, de erről a végéről még nem, úgyhogy egy picit körülnéztem, de ahogy kinéztem a Google Maps-en, úgy ez a kis sarok itt az átjáró mellett, ez egész jónak tűnik. Nagyon szépen rá lehet látni itt az állomásra. Gyakorlatilag itt telibe lehet látni az egész váltókörzetet mögöttem, nincs nagyon semmilyen különösebb akadály. Mindösszesen az itt kóricáló emberek zavarnak egy picit, de talán szerencsém lesz, és nem fog senki se bele battyogni a képbe. A másik tippem egyébként az ott mögöttem a híd alatti rész lett volna, de nem túl bizalomgerjesztő, lehet, hogy majd a Samu után oda megyek és megnézem, hogy onnan milyen képeket lehetne lőni, de egyelőre ez a viszonylag tiszta, jól belátható hely az, ami megtetszett nekem. Amikor így helyet választ, vagy kinéz magának az ember, akkor célszerű egy kicsit korábban oda menni és szétnézni, mert vannak olyanok, hogy egy papíron jónak tűnő hely valójában már nem is az, benőtte a gaz, benőtte a mindenféle dzsunga, bunga, és nem lehet onnan jól fényképezni, vagy olyan forgalmas, hogy autók, emberek jönnek, mennek, és akkor ugye nem tudunk vele itt csinálni annyira. Ez a hely egyébként a Vác felől érkező vonatok fotózására, videózására tök jó, de a lentről érkező dolgokra annyira nem. Szóval ez inkább a föntről érkező vonatok videózására, fotózására jó ez a hely. A nyugati felől érkező vonatokhoz inkább célszerű szerintem oda arra fele elmenni, oda a peronok felé, na jobban belátható az az irány. Hát itt eléggé el van dugva a dzsindzsásba, annyira jó képeket szerintem itt nem lehet készíteni. S71-es jött erre, hát igen, ez a nyugati felől jövő vonatok videózására még alkalmas, de fotózásra annyira nem ez a hely, mert nagyon közel vagyunk hozzájuk. Max nagy látószöggel lehetne egyébként normálisan meglőni. Én amikor egyébként fölmérem a helyeket, szoktam arra ügyelni, hogy viszonylag tiszta legyen a rálátás majd a vonatra, tehát hogy ne lógjon bele nagyon jelző egyéb bármilyen oszlop, és úgy lehessen fényképezni, semmi zavaró tárgy, lehetőleg a vonat elejénél, ahol a mozdony van, ott ne legyen, mert azért az kellemetlen tud lenni, amikor pont belelóg valami. Érdemes figyelni az ilyen kis alacsony dolgokra is, mint például a kis váltóállító művek, vagy a törpe tolatási jelzők is, azok is tudnak kellemetlen helyre kerülni. Ahogy néztem, már elhagyta Dunakeszit közben a Samunk, a S70-es után jön a
az S70-es KISS után jön, nem sokára érkezik. Közben csináltam pár ilyen próbafotót, és itt ugye annyit kell tudni, annyira gyorsan nem fognak jönni a vonatok, nagyjából olyan 60-as tempóval közlekednek, úgyhogy egy kicsit hosszabb záridő is jó lesz, most 1250-edet állítottam be, és F2-8-as rekeszt, így olyan ISO 100-125 körüli értékkel fogok tudni majd fotózni, és már látom, és ott a távolban jön az S70-es, úgyhogy készülök, mert utána jönni fog a Samu is. És jön is innen föntről ez a S70-es kiszünk. Rajta most kipróbálom a koncepciót, hogy milyen kép készíthető, illetve milyen videó készíthető. Milyen jó is, hogy megnéztem, mert úgy néz ki, hogy egy kicsit közelebb lehet itt menni, minden jövök az átjáróhoz, onnan is jó kép lesz, itt egy picit hátul voltam ott a, annál a kis bokros résznél, de közelebbről is jó kép fog készülni, mert van elég hely, van elég nyílt terep arra, hogy itt lehessen fotózgatni, úgyhogy látom is ott a távolba jön a Samunk, feltűnt. Nincs senki a peronon, nincs senki sehol, remélhetőleg egy jó kép fog most készülni, meg jó videó. El is ment a Samunk, sikerült is lefényképezni, szerintem egész korrekt kép született. Itt ezen a részén az állomásnak még nem fotóztam őt erről az oldalról, úgyhogy sikeres volt itt ez a mai kis munka utáni vonatfotózós séta. Még mielőtt hazamennék, megnézem azt a híd alatti helyet, bár nem túl bizalomgerjesztő, de azért egy csekkolás megér, hát ha használható. Hát ez nem nyert. Innen nem nagyon lehet max nagy látószöggel fotózni, meg videózni, amennyire jónak tűnt távolról, ez annyira pocsék egy hely, úgyhogy innen nem fog se videó, se fotó készülni. Hát arról ne is beszéljünk, hogy milyen arcok voltak ott a híd alatt az egyik részen, inkább ezt hagyjuk az ilyen helyeket, nem éri meg. Még a Samu fotózása után hazafele jövet itt Dunakeszinél, megláttam, hogy a V-hidas, az egyik V-hidas Traxben áll egy ilyen lemeztekert szállító szerelvénnyel, úgyhogy kijöttem, és akkor őt is le fogom fotózni. Álló vonat, viszonylag könnyű téma. És szerencsére továbbra is ilyen kis szűrt fényes borús idő van, ami kedvez, mert pont ellenfényes lenne a kép, ha telibe sütne most a nap. Itt van mögöttem a Trax. Mindjárt elő is vettem a fényképezőt, őt fogom lefényképezni. Ilyen időben ugye álló vonatot viszonylag egyszerűen le lehet fényképezni, ilyenkor nem kell olyan rövid záridő, lehet egy kicsit hosszabb, mondjuk 1/500 vagy 1/400 másodperc, és ugye, hogy ne ütközzünk bele a fényképezőgép korlátaiba, cserébe a rekeszt kicsit szűkítenünk kell. Mindjárt meg is nézem, hogy milyen érték lesz itt a megfelelő a fotózáshoz. Hát egy 3,2-es rekesszel már jól lehet exponálni ezt a képet. Egy kicsit jobbra-balra nézek, kicsit előrébb jövök ide, hogy jobb szögből le tudjam kapni a tehervonatot. Csak a peronra nem tudom kimenni, mert itt pont vége van. Úgyhogy innen a rakodó széléről lehet csak fotózni a mozdonyt. Szép hosszú vonat van mögötte, sajnos olyat így innen ebből a pozícióból nem tudok fotózni, hogy az egész szerelvény benne legyen, de hát így az első egy-két kocsi az benne van,
akkor több képet csinálok, és akkor a végén majd kiválasztom azt, ami jobban sikerült. Én oda a vágányok közé nem járkálok, az nálam az tiltott, úgyhogy megelégszek azzal, amit innen sikerült fényképeznem. És ha már itt vagyok, és ha már olyan idő van, megvárom az EC270 Metropolitánt, egy Vectron lesz rajta. Ehhez most egy kicsit följebb jöttem ide a rakodó végére, egy picit magasabban van a tér, és akkor innen úgy rá lehet látni majd itt az állomásra, hogy amikor itt jön a vonatunk, nagyon szépen le lehet fényképezni ezen a hosszú egyenes szakaszon. Ez itt, ahol most vagyok, egy általam viszonylag ismert hely, úgyhogy eléggé jól tudom, hogy mit, honnan és milyen irányból lehet lefényképezni. Itt egy nagyon szép hosszú egyenes szakaszon jön a vonat. Igazándiból ez az oldal, ez akkor jó, hogyha nyugati felől jövő vonatokat akarjuk fényképezni, mert hogyha a Vác felülieket fényképezik, akkor egy picit itt útban van a peron, és ott a peronon található sok-sok oszlop meg egyéb dolog azért az be tud zavarni. Én ilyenekre is azért próbálok figyelni. Persze dok jellegű fotót lehet abba az irányba is csinálni, de igazán jó képeket azok Budapest felől jövő vonatokról fognak itt ezen a helyen készülni. Egyébként alapvetően én jobban szeretem a naposabb időt, vagy azt, amikor ilyen kis, nagyon szép felhőcskék vannak az égen, de megvan az előnye ennek a kicsit borultas, szűrt, fényes időnek is, ugyanis ilyenkor ugye onnan süt a nap, és hát nem lehetne ilyen jó képeket csinálni, nagyon ellenfényes, hogyha telibe süt itt mindent, és meglehetősen nehéz fényképezni. Ilyenkor viszont ugye kellő mennyiségű szórt fény van, és gyakorlatilag bármit, bárhonnan le lehet fényképezni. Hát annyi a hátránya, hogy ilyenkor ugye az ég az egy ilyen kis fehéres színű valami beégett, ilyen pacsmag lesz a legtöbb képen, de cserébe a járműveket meg nagyon szépen le lehet kapni. Próbálom úgy komponálni a képet, hogy egy picit benne legyen majd a V-hidas traxunk is. És már jön is a Vectronos EC270. Indul a videó és a fotó. Egész jó kép sikerült, benne van a traxunk is. Itt egyébként hallhattátok, hogy nem állítottam sorozatképre, hiszen pont azt a pillanatot akartam elkapni, amikor a trax mellett halad el a Vectronunk. És hogyha sorozatképet csinálok, akkor ugye lenyomja az ember a gombot, és tak-tak-tak-tak-tak-tak csinálja a képeket, ez a fényképező 11-et másodpercenként, és megvan rá az esély, hogy bizony se a kicsit korábbi, se a későbbi kép nem lesz jó. Én ilyenkor általában cél üzemmódba fényképezek, és én nyomom le akkor a gombot, amikor pont abba a pozícióba ért a vonatunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ennyi volt mára, ennyi volt ez a rész, majd még jövök ki máskor is, akkor más témát fotózok, videózok. További szép napot, jó fotózás, jó videózás, meg jó vasútmodellezés mindenkinek!